Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit, mai vendégem Murphy Tamás, a HOFESZ ügyvezetője, tisztelettel köszöntelek. Szervusz. Köszönöm, kedves nézők. Nos, hát haltelepítés, versenyszervezés, nyári táborok előkészítése, tavak és folyószakaszok kezelése, elindult a mindennapi munka. Viszont egy kicsit térjünk vissza a koronavírus járványra, hiszen nagyon sokan azt mondták, hogy a legkevésbé a horgászokat, hiszen ez egy abszolút egyéni, magános sport, ha úgy tetszik, viselte meg, de azért ez nyilván nem egészen így volt. Hogy történt nálatok a koronavírus járvány idején a munka? Hogy folyt? Hát szerintem az eleje az mindenkinél, vagy nálunk is ugyanúgy volt, mint szerintem minden ágazatban, vagy az élet minden területén. Tehát volt egy, hogy az emberek megijedtek egy kicsit, nem tudtuk a bizonytalanság miatt, hogy lesz, mint lesz. Ugye a rendezvényeket azt töröltük, illetve az Országos Szövetség is ezt kérte, hogy az összes rendezvényt, ilyen jellegű csoportos dolgokat, ezt halasszuk el későbbre. A nemzetközi versenyek, Magyarország több világversenynek is adott volna az idei évben otthont, az teljes egész évben a Nemzetközi Szövetség úgy döntött, hogy ezeket az idei évre törölték, a jövő évben lesznek megtartva ezek a világbajnokságok. De azt kell mondjam, hogy a horgász szektor, hála jó Istennek, abszolút szerintem most egy ilyen szárnyalt, tehát talán nem is voltak ilyen időszakok még a horgászatban az elmúlt években. Így, ahogy említed, ugye egy egyéni szabadidős tevékenységről beszélek, vagy relatív mondjuk kisebb baráti vagy család szokott kijárni horgászni. A szabadidős tevékenységet engedték ugye a pandémia ideje alatt. Nagyon sokan voltak a vízparton, rengetegen kiváltották a korábbi régi, akár 15-20 évvel ezelőtti engedélyeket, tehát így tudták eltölteni a szabadidejüket. Úgyhogy nálunk az élet abszolút nem állt meg. A rendezvények azok tolódtak, viszont a napi szintű munka az rengeteg volt, és nagyon sok feladat volt, és mindamellett ugye még a halas szektorba bekapcsolódott az is, hogy az idei évben az intervenciós haltelepítés megtörtént, ahol az Agrárminisztérium több mint 800 millió forinttal támogatta az ágazatot. A korábbi években ugye a lengyel piacon ugye volt korábban egy koi herpes vírusa Lengyelországba, és nem tudták kielégíteni a belső piacnak a halfogyasztási igényeit, ezért minden évben rengeteg halér, főleg a karácsony előtti időszakban érkeztek meg Lengyelországból a kereskedők. Ez a tavalyi évben elmaradt, és így a haltermelőknél fent, vagyis hát összetorlódott egy nagy mennyiségű halkészlet, amit ugye már az év végén nem tudott a horgászszektor se felvenni, ugye a szezonalitásából adódólag, és ebből adódólag a minisztérium megtámogatta a haltermelőket, és közvetve ugye a horgászokat is. Így van, hiszen erről beszélgettünk Lévai Ferenccel, az Aranypont elnök vezérigazgatójával, mint a mahal szóvivője. Nagyon sokat beszélt arról, hogy erre miért volt szükség, és hogy milyen szívesen tették, és erre jutott Fejér megyébe is bőségesen. Így igaz, több mint 82 mázsa ponty került ki Fejér megyébe, 82 tonna, bocsánat. Ugye ez az Országos Szövetség által a Magyar Államtól alaszombérletbe kapott természetes vizekbe történtek a kihelyezések, tehát a Dunát érintette 42 tonna ponty került ki a Fejér megyei szakaszra, Fehérvár Csurgóra 140 tonna, Pátkára 12 tonna, Sárszentmihályra 9 tonna, és a Nádor csatornába került ki 7 tonna három nyaras piaci hal. Aztán, hogy most egy kicsit ugorjunk az időben, tegnap előtt jártunk kint a Nádor csatorna mellett, ha már szóba került a Nádor csatorna, a halpusztulás, ezt is sikerült helyek közel tisztába tenni. Később mi elmentünk Soponyára, ahol a polgármesterrel megbeszéltük, hogy ott is ugyanolyan halpusztulás. Kiderült-e már, hiszen a vizsgálatok tudom még folynak, de ugye arról volt szó, hogy nagy valószínűséggel a lezuduló hirtelen jött csapadék bemosta a növényvédőszereket, és ettől volt a Nádor csatornán a halpusztulás. Ez így van? Így igaz, erre gyanakszunk. Múlt hét kedden kaptunk értesítést horgászoktól, hogy elhullott egyedeket látnak a felszínen.
azt tisztázni kell, mert azt gondolom, hogy itt mind a Facebookon, mind a médiumban is egy kicsit, hát nem is tudom, félrementek az információk. Tehát nem folyamatos elhullás van a nádor csatornán, nincs betegség a nádor csatornán, hanem a múlt hét hétfő este az ősi környékén lévő területen volt egy nagyobb lezúduló eső, egy zápor, és ebből adódólag valószínűsíthetően így, ahogy említetted, egy vagy növényvédőszer, vagy valamilyen gyomírtó, vagy valami hasonló mosódhatott be az ott lévő mezőgazdasági kultúrából, és egy szakaszon, tehát ott egy lokális területen történt a pusztulás. Sajnálatos módon pont hát a halakat, amit összegyűjtöttünk, illetve megtaláltunk, és elszállítottuk Soltra egy ilyen, ugye az elpusztult állat az ilyen esetben, vagy a hal veszélyes hulladékként kezelendő, ezt elvittük megsemmisíteni a kollégákkal. Azt tapasztaltuk, hogy olyan 90-95%-a egy ilyen, hát amit 2013 óta minden évben telepítünk, egy fajta nemes ráckevei nyurga pontyok hullottak el leginkább. Ragadozó állományba abszolút nem tett kár, tehát összvisz 3 csukát találtak a kollégáim, ezüstkárászt, illetve keszeget észleltünk. Csak ugye a folyóvíz jellegéből adódóan ugye ezt egy hosszabb szakaszon a tetemeket elvitte a víz, és tehát mi ősinél regisztráltuk tehát a legutolsó halat, amit találtunk, tehát valószínűleg ugye onnan történt a bemosódás, és egészen ezt Tácig eljutott egy pár dög. Mi olyan körülbelül 5-7 mázsára satszoljuk az elhullott egyedek számát, és ez ugye darabszámilag nem sok volt, mert nagy testű halakról beszélek, tehát 2-3 kilós ponty volt a nagy része. Biztos vagyok benne, hogy volt sajnos fenékdög is, de meg kell nyugtassam a horgászokat, tehát ugye jönnek a hírek, már Tolnából is hívtak bennünket, hogy mérgező a víz, vagy a halakkal van bármi probléma, semmilyen probléma nincsen, tehát tényleg ez egy lokális jellegű halpusztulás volt. Nem örülünk neki, hogy természetesen, hogy ennyi hal elpusztult. Megpróbáljuk újra telepíteni ezt az állományt. Most azt gondolom, hogy amúgy az intervenciós telepítésben ugye jóval nagyobb mennyiség került a nádor csatornába, viszont mi ezt az őshonos fajta nemes halat szeretnénk, ami a folyóvízbe azt gondolom, hogy abszolút a táj jellegébe beleillik. Úgyhogy Dinnyésről most is vagy a héten, vagy a jövő hét elején hozzuk ugyanúgy ezt a ráckevei pontyot, és akkor megint ezek az élőlények tudnak itt nőni tovább. Igen, ez fontos, amit mondtál, a megfelelő erőrejelzés, illetve azok a feladatok, amelyeket meg kell osztani a megyéknek is egymással, nyilván ahol hiszen folyóvizekről van szó, ez a gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan, ez nagyon is ideillik. Most viszont akkor vegyük sorba, hogy milyen feladataitok vannak ebben az időszakban, kezdjük a Dunával, hiszen ez nagyon-nagyon fontos, és utána vegyük a többi természetes vizeinket is. Hát az idejében azt gondolom amúgy, hogy az időjárási anomáliák azok nagyon befolyásolták az idejévi haltermelést, illetve a halak szaporodását. Nagyon elhúzódott, tehát azt gondolom, hogy nem tapasztaltunk mostanában ilyet az elmúlt időszakban, hogy júliusban még a harcsába is, illetve a ponyba is folyik az ikra, meg folyik a tej, tehát abszolút nem tudtak jól leívni a halak. A termelőkkel is, akikkel beszéltem, tehát volt, ami mondjuk sikerült kikeltetni nagy nehezen süllőivadékot, azok elpusztultak, tehát nem bírta ezeket azt, hogy ugye egyik nap még majdnem csak 2-3 fok volt, másnap 25 fok van, tehát egyszerűen annyira változó volt az időjárás, hogy megviselte az idei évben a halak szaporulatát, nem sikerült, azt mondom, hogy jól, legalábbis a keltetések. De biztos vagyok benne, hogy a természetes körülmények között se sikerült jól a szaporulat. Viszont a Dunán például pont ellentétes a dolog, napokban is len voltam. A pandémia helyzet miatt ugye, hogy a nagy turista hajók nem közlekednek a Dunán, ez évek óta probléma, már jeleztük többször, hogy ezek a nagy hajók, ahogy elmennek a folyón relatív nagy sebességgel,
több méteres hullámokat keltenek, és általában, hogyha sikerül is az ívás, és az ivadékok, ugye, ami kint van a part szélébe, ugye kidobja a vízőket, vagy a kövek közé, vagy kisodorja több méterre, és kimaradnak a szárazon, tehát nagyon nagy veszteségek vannak. Most az idei évben, hála jó Istennek, azt látom, hogy mindenhol, ahol lemegyünk a Dunapartra, az ivadékok ott vannak a part szélén, úgyhogy jó volt tavaly is az ívás, jó volt a vízállás, hosszan sokáig nagy víz volt. Az idei év is szerintem sikerülni fog, tehát a Dunán abszolút jó fogások vannak, jó horgászati lehetőségek vannak. Ami most problémás ugye ebben az időszakban a szúnyog, tehát hogy nehéz a szúnyogok miatt lent lenni a vízparton, de a fogási lehetőségek jók. Mi az ivadékokat, illetve a telepítési mennyiséget, amik kellett, azokat kihelyeztük előírásszerűen. Most várjuk még a harcsa ivadékokat, az is egy kicsit csúszásban van, illetve ott is ezt a ráckevei pontyokat fogjuk kihelyezni a Dunába. A három nyaras pontyot azt ugye az intervenciós telepítés miatt most abszolút nem erőltetjük, hanem majd az őszi időszakban fogjuk kihelyezni a horgászoknak egy kicsit az őszi szezont is, hogyha a szúnyoghad is egy kicsit alább hagy, illetve általában azért jó az elmúlt években, azt kell mondjam, hogy nagyon jó őszeink vannak, tehát horgászati szempontból, kirándulás szempontjából is, tehát kellemes, meleg időszak van. Sajnos a csapadék azt várjuk nagyon, de nincsen, úgyhogy horgászat szempontjából biztos, hogy jó lesz a Duna idei évben is. Igen, a horgászokkal beszéltem én is, a Nádor csatorna melletti horgász közösségekkel, azt mondták, hogy független attól, bár én ezt nem tudtam megítélni így, hogy rendkívül szélsőséges volt az időjárás. Tehát volt egy hosszú aszályos időszak, akkor félthettük a halállományt nyilván, aztán jött a hirtelen jött eső, de a lehűlés, illetve a meleg váltakozása, az mennyiben viselte meg a halállományt? Hát nem is, tehát a szaporulatot az befolyásolja, ugye az ívási időszakban ez biztos, hogy befolyásolta. Magát a halállományt nem befolyásolja, tehát ez inkább a horgászati fogás szempontjából változékony ez, hogy vannak napok, amikor nagyon jól leszik a hal, vannak, amikor viszont abszolút ezekben a frontos időszakban ugye lecsökken az oxigén a vizekbe, és most ugye a Nádor csatornán is ez tapasztalható, meg mindenhol ugye nincs megfelelő csapadék, tehát hogyha kijártál, te is ugye néztük is, hogy mennyire alacsony a Nádornak a vízszintje. És ugye nem is tudunk, tehát nem, ugye sokszor minket vonnak kérdőre Pátkával kapcsolatban is, hogy miért nem, miért nincs benne nagyobb víz. Hát nem tudunk vizet fakasztani mi se, tehát ugye ezt a vízügyjel közösen működik a vízkormányzás, de ha nincs víz, akkor sajnos nem tudunk több vizet hozni. Ugye az idei évi téli időszak is nagyon aszályos volt, nagyon kevés csapadék volt, ez a mezőgazdaságban is ugye nagyon sokan problémáztak rajta, hogy egyszerűen nincs csapadék. Most látszik is, ha azt mondom, hogyha bármerre járunk, most az elmúlt időszakban azért májusban volt egész jó csapadék itt Fehérvár, meg Fehér megye környékén is, tehát azért megugrott, azt gondolom, a kukorica is, meg a napraforgó is, de azért nem a két méteres kukoricatáblákat látjuk, meg a nagy magas napraforgókat, tehát ez sajnos a mi ágazatunkat is nagy mértékben érinti, illetve pláne érinti, hogy az idejében sikerült egy hosszú tervünk, meg álmunk volt, hogy a Fejér megyei szövetség tudjon horgászati célú haltermelésbe kezdeni. Sikerült Tácon egy 60 hektáros nevelőegységet kibérelnünk, és itt is küzdünk a vízzel, tehát a három tavat fel se tudtuk teljesen tölteni, tehát két tóba tudunk gazdálkodni, és tényleg úgy megy, hogy szinte mindenki sorba áll a haltermelők is, hogy éppen mikor tudnak biztosítani valamennyi vizet. Ugye a halhoz, a halnevelés, ez a legfontosabb, a víz, illetve az, hogy jó minőségű víz legyen, oxigéndús, hogy tudjunk folyamatosan, vagy lehessen halat termelni. Ennek tükrében Pátka, Sárszent Mihály, Csurgói tározók hogy állnak? Minőségben, vízminőség mennyiségben, illetve a haltelepítés mennyire befolyásolja az előbbi kettő, tehát a minőség és a mennyiség a haltelepítéseket? Hát azt kell mondjam, hogy mindegyik tározónkban kevés víz van, Pátkán van talán a legkevesebb. Ugye a Fehérvár Csurgón a kivitelezési munkák miatt volt alacsony a vízszint, viszont azóta nincs olyan jellegű csapadék, amivel vissza lehetne tölteni a tározót, tehát ez valószínűleg ugye a téli időszakra fog majd
eltolódni, tehát a téli csapadékból fog visszatöltődni Fehérvár csurgó. Sárszent Mihályon azt gondolom, hogy amúgy normál vízszint van, tehát ott most abszolút nincs probléma, ott jó a vízállás. A halfogás, vagy a haltelepítéseket mi koratavasszal majdnem az éves előírást kihelyeztük a horgászvizeinkbe, erre jött még az intervenciós telepítés, tehát most azt gondolom, hogy az előírásoknak 2-2,5-szerese van jelenleg kihelyezve, és ilyenkor nyári időszakban folyamatosan, tehát lesznek telepítések, csak tényleg azt mondom, hogy olyan az időjárás, hogy akikkel kapcsolatban állunk, termelőkkel, és akiktől vásároljuk a halat, ugye ők is mondják, hogy van olyan nap, hogy ugye kimennek halászni, nyári halászat, ugye nagy vízen történik a halászat, ez mindig kockázatos is, illetve mindig egy kicsit lutri, hogy vagy sikerül fogni, vagy nem sikerül fogni. Egy érdekes anomália amúgy, hogy az intervenciós telepítés következtében ugye bizonyos termelőknél nagyon sok hal volt, és ott nagy segítség volt, illetve valahol olyan termelőknél viszont kevesebb hal volt, és ugye besegítettek ebbe az országos programba, és jelenleg most meg nincs annyi nyári hal, tehát hogy ugye a horgásszektor ezek után, hogy ugye az állami vizekbe bekerült, nagyon sok kis egyesület, vagy magánvíz, mindenki ugye szerette volna fölvenni a versenyt, mert ugye a horgásznak ez a sporthoz az abszolút egy dolog. A görbül a bot. Tehát ez hal nélkül nehéz játszani, és ez elindított egy olyan folyamatot, hogy most meg hiány van a piacon. És ugye ez a nyári időszak, ez olyan, hogy meleg van, nem lehet csak úgy elengedni a tavakból a vizet, tehát csak nagy vízről lehet halászni, illetve ilyenkor sokkal sérülékenyebb, kockázatosabb is a haltelepítés. Tehát azt gondolom, hogy ez most egy pici ilyen űr lett a nyár közepén. Valószínűleg így a július vége, augusztusra normalizálódik a helyzet. Világos. Tehát rendkívül népszerű a horgászat Fejér megyében is, ezért aztán hadd kérdezzem meg, hogy vannak-e infrastruktúrális beruházások, fejlesztések a tározók mentén, hiszen tudjuk, hogy a folyóvizek az más tészta. Így igaz. Amúgy a folyóvizeken is van, augusztus végére várhatóan elkészül Kulcson egy horgásztanyánk, ez egy ilyen kétszintes apartman lesz, horgászokat várunk oda, a motorcsónakok lesznek biztosítva, tehát aki szeretné a Dunát megismerni, a Dunára eljönni, pergetés céljából például nagyon sok, vagy nagyon jó a ragadozó állomány, ebbe az időszakban lehet kutyogatni, ez főleg a fő időszaka a harcsahorgászatnak, a kutyogatós harcsahorgászatnak, illetve a Ponty és a Békés halállomány is szenzációs, úgyhogy már nagyon sokan érdeklődnek, hogy mikor készül el, főleg itt most a vírushelyzet miatt azt gondolom, hogy nagyon sokan ugye nem mennek el külföldre nyaralni, tehát belföldön fogják eltölteni a megmaradt szabadságot, vagy itt szeretnének pihenni. Ez folyamatban van, tehát ez valószínűleg augusztusra befejeződnek, a munkálatok elkészülnek. Fehérvár csurgon készül folyamatban egy nagyobb közösségi tér, olyasmi, mint ami Palota városon van. Ez körülbelül egy ilyen 150 fős befogadású kiülő lesz, vagy egy ilyen, hát egy ilyen szabadtéri féltetős rendezvénytér, illetve készítünk hozzá szociális blokkokat, WC-ket, zuhanyzókat, és a kikötő munkálatok folynak most. Tehát most, hogy ugye az alacsony a vízszint, illetve a tározó alatti munkálatok miatt alacsonyan tartották, most ezeket a munkákat mi is el tudjuk végezni. Úgyhogy ha feltöltődik a tározó, akkor a horgászokat, a csónakos horgászokat egy teljesen modern, zárható kamerával, sólyapályával ellátott kikötővel fogjuk várni. A palotavárosi, ha már szóba került, a palotavárosi beruházások mennyiben változtatják meg a Hofesz terveit, hiszen gyönyörűséges lesz nyilvánvaló, ugye a bejáráson mi magunk is megtapasztaltuk. Hát azt gondolom, hogy csodaszép lesz a park, tehát ugye május végétől, vagy hát június 15-től elindultak a rendezvények, országos bajnokságot is rendeztünk mind a látáskorlátozottaknak, mint a Metód országos bajnokság elődöntőjét itt tartottuk, és akik jöttek horgászok az ország különböző részéből, illetve a MOHOSZ-nak a képviselői, mindenki azt mondta, hogy csodaszép lesz a park. Tehát tényleg azt mondom, hogy eddig is öröm volt lejárni palotavárosi tavakra horgászni itt városon belül, de most meg még szebb lesz a környék. Terve van, szeretnénk egy nagyobb
kiülőt létesíteni. Abból is adódólag, hogy az idei évben újfent Székesfehérvár fog otthont adni a horgász nagyköveti találkozónak szeptemberben, illetve Fehérvárra fog kerülni a MOHOSZ által most már negyedik éve megrendezett országos szakmai halőri versenynek. Ez egy háromnapos rendezvény. A csónakázó tavon, illetve a palotavárosi tavakon lesznek a különböző ügyességi feladatok, horgászverseny, és emiatt szeretnénk úgymond fejleszteni, tehát hogy az ilyen sátorbérlések, ugye napi költsége iszonyú nagy összeg, akkor inkább szeretnénk egy hosszú távú olyan beruházást létrehozni, amit adott esetben közösen a várossal is több rendezvényre tudnánk hasznosítani. Ez természetes, és ismét ugye Székesfehérváron köszönhetjük Áder János elnök urat. Így igaz. Remélhetőleg. Nyári táborok, ezt nagyon-nagyon várják, nagyon népszerű, főleg úgy, hogy most már tényleg, ahogy mondtad, egy ékszerdoboz lesz a palotavárosi tavak környéke mindenképpen. Hogy lesznek-e nyári táborok, milyen nyári táborokat terveztek? Lesznek. Minden évben ezeket a napközis nyári táborokat tartjuk, 4 ciklusban lesz, talán az utolsó augusztus közepe végi időszakra van még valamennyi hely, mindegyik tábor betelt, nagyon nagy a jelentkezés, rengeteg a visszatérő horgász, és most tényleg azt kell mondjam, hogy talán a horgászat az egy kicsit sikerágazat, hiszen pár évvel ezelőtt, amikor elindult az állami jegyeknek a megreformálása, elindult ez a horgászkártya, akkor ugye 320 ezer horgászról beszéltünk. A tavalyi évben elértük az 550 ezeret országos szinten, és akkor már a MOHOSZ vezetése is azt mondta, hogy ez most körülbelül itt van a teteje. Hát most jelenleg 650 ezer fölött van a horgászok száma. Nagyon sok lelkes kisgyerek is jön horgászni, egyre népszerűbb azt gondolom a horgászat. Ez mind, én azt gondolom, hogy annak köszönhető, hogy ugye teljesen átreformáltuk a palotavárosi horgásztavaknak a funkcióját. A felsőtő ugye egy ilyen sportcélű horgásztó sok nagy hallal, és azok a gyerekek lesznek horgászok, tehát azt látjuk, és ez egy országos tendencia, hogy gyerekkorban nagyon sok a horgász, ifjúsági korban ugye megcsappanik a horgász létszám. Azt kell mondjam, hogy egyre több kislány vagy lány is horgászik, tehát nem csak egy hímsovinista sportról beszélünk, hanem egyre több hölgy is, hála Istennek, horgászik. És akkor ugye az életterület, amikor elindul ugye iskola, munkahely, ez az amaz, és ha beáll valakinek az élete, és megszerette ezt a sportot gyerekkorban, nagyon sokan visszatérnek a horgászathoz. Tehát, hogyha gyerekkorban meg tudjuk szerettetni azzal, hogy fog egy nagy pontyot, egy 8-10 kilós pontyot, vagy sok halat fog, sok nagy halat, akkor azt gondolom, hogy ez egy életre szóló szerelem lesz, és vissza fog térni, hogyha valaki abba hagyja a horgászatot bizonyos életkörülmények miatt, akkor biztos, hogy visszatér a sportákhoz. Ráadásul azért tegyük hozzá, hogy ezt magányok sportnak titulálják, de nem, ez egy közösségteremtő erő, és ráadásul olyan környezetben, ami azt hiszem, hogy önmagáért beszél. Mikor kezdődnek a táborok? A táborok most júliusban már elkezdődnek, július második felében lesz 2 tábor, illetve augusztusban 2 tábor, illetve rendezünk ifjúsági tábort is, erre is már nagy igény volt, úgymond ilyen bentlakással, ahol a gyerekeket megpróbáljuk különböző vízterületekre elvinni, tehát hogy megtapasztalják, hogy milyen a Dunán horgászni, a csónakos horgászat milyen, elvisszük a megyébe különböző tagegyesületeink vizére, például Bakoncsernyére, vagy Adonyba is lesz gyerektábor. Tehát ott is azt gondolom, hogy az egész megye területén ez egyre nagyobb népszerűségen körvend, illetve nagy segítség a szülőknek is ez a bentlakás, vagyis hát a napközis vagy a bentlakásos tábor, ahol ugye munka mellett meg tudják oldani, hogy jó kezekben vannak a gyerekek, és azt gondolom, hogy nem a számítógép előtt, vagy nem egy okos telefonnal játszanak egész nap, vagy csetelnek, vagy nem is tudom pontosan. Szerintem nagyon nagy energiákat, meg nagyon sok munkát teszünk abba bele, hogy a gyerekek ezt itt megszeressék gyerekkorban, ezt a sportágat, és úgy tiszteljék, bánjanak a hallal, hogy hosszú távon fenntartható legyen a maga ez a horgászat, illetve a hallgazdálkodás. Tehát lesz dolgotok bőven a következő időszakban, ehhez kívánok erőt, egészséget, nincs kétségem felőle, hogy teljesüljenek az álmaik, a horgászoknak is, a tiétek is természetesen. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen. És hát majd fogunk találkozni nyilvánvaló. Rendben. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra. Viszontlátásra.